aki jár a fák hegyén, ki gyújtja s oltja csillagod. Csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Vannak vidékek, ahol Kányádi Sándor szavai otthonra találnak. A Kossuth-díjas költő, a nemzet művésze 2018. június 20-án halt meg. Szülőfalujában Nagygalambfalván helyezték örök nyugalomra. A legendás Kaláka együttes is elkísérte utolsó útjára Sanyi bácsit, atyai jó barátjukat, aki nélkül, saját bevallásuk szerint, nincs is koncertjük a 80-as évek óta. A Kaláka együttes pályafutásának 50. évébe lépve elhatározta, hogy Bogdán Zsolt színművésszel kiegészülve Erdélybe is hazahozza az ezredforduló egyik legnagyobb magyar költőjének, Kányádi Sándornak verseit. Sárga kankori. Fekete pohárban sárga kankali. Sokasodnak a halottai. Anyám volt az első sárga kankali. Gyűlnek, egyre gyűlnek a halottaim. Nem fér a pohárba már a kankali. Mi ismertük persze néhány versét Sándor bácsinak és a nevét mindenképpen, de amikor 1981-ben megvolt az a lehetőségünk, hogy itt egy turnét játszunk, akkor itt Vásárhelyen emlékszem, hogy 4 koncert volt abban a nagy koncertteremben. Még erősítőket akkor nem használtunk, úgyhogy hát ez egy hihetetlen élmény volt nekünk. És akkor kerültünk közelebb a költészetéhez, és akkor írtuk az első Kányádi nótát, ez az Elveszett követ című versére, és azt aztán szaporodtak, megismerkedtünk személyesen, meghívtuk előadásra, volt olyan, hogy közösen léptünk fel itt, határon túli magyarságnál voltunk könyvvásárokban is, Göteborgban, meg Moszkvában, meg nagyon sok helyen. És hát aztán 2004-ben akkor adtuk ki azt a gyűjteményt a Kányádi versekből, a Hangzó Helikon sorozatnak ez volt az első tagja, aztán még nagyon sok minden, de hát utána is még nagyon sok Kányádi verset énekeltünk a különböző műsorainkban, és a most, amikor 50 éves lett a csapat, akkor is egy Kányádi verset választottunk a címéül a lemezünknek, a Béka búcsúztatót. Hát most kicsit előre szaladtam, mert maga itt a megismerkedést kérdezte, de hát igazából ez egy kicsit több volt, mint hogy Sándor bácsival megismerkedtünk, mert akkor éreztünk rá tényleg arra, hogy hát mitten nincsen több magyarság, hogy itt is van egy, meg ott is van egy, hanem egy magyarság van. És azt Sándor bácsi később úgy mondta, amit nagyon szeretek, hogy hazánk az anyanyelv. És akkor mindegy, hogy Kaliforniában vagyunk, vagy Buenos Airesben, vagy éppen Marosvásárhelyen, otthon érezzük magunkat, hogyha ezt a nyelvet használjuk. És ha Sándor bácsi versét énekeljük rá. Vannak vidékek, hova már utat csak romos templom, s régi népmutat. Örvénykert, zsidósor, magyar telep, örmények, zsidók lakták, székelyek, s akad még itt-ott. Ki a némai honosokról tud ezt-azt mondani? Ő derűs ember volt, és ezzel kapcsolódott a humor. Ismertük írásait és hanglemezről elmondott verseit. Kedves barátunk Varga Vilmos színművész elmondásában több versét, nagyobb lélegzetű versét is ismertük. Tehát amikor már az ő felnőttkori énjével először találkozhattunk, akkor már egy befutott teljes életet élő
az élet mindenféle skáláján játszó, érző, és ezt jól kifejező embert ismerhettünk meg az ő szemében. Atya jó barátunként tisztelhettük őt, valóban ez volt az érzésünk. És nagyon sokat utaztunk együtt, nagyon sokat hallgattuk őt, sokat léptünk föl közösen. Tehát ezek már ugyan összekovácsoltak minket sokkal jobban, mint hogyha egy általunk tisztelt idős mester lett volna, akivel ugyan már találkoztunk egyszer-kétszer, de nem egy ilyen élő kapcsolat. Én történetem az 69-ben kezdődik már, mint ami a Karákat illeti, és 1980 körül véget is ért, mert onnantól kezdve én nem játszottam a zenekarban. Tehát nekem tulajdonképpen Sándor bácsival külön történetem van, ami nem azonos a zenekaréval, aztán a két történet találkozott. Ugye én 80-tól elkezdtem gyerekeknek játszani, akkor társultam Levente Péterrel, és akkor jött Bece Gábor helyettem, vagy utánam, nem egészen helyettem, hiszen ő más tud, mint én, tehát minden esetre a Kaláka egy kicsit átalakult. És én pedig elkezdtem ezt a gyerekeknek szóló pályafutást, és hát ennek többek között az is része volt, hogy elhatároztam, hogy olyan dalokat fogok írni, amit a gyerekek el tudnak énekelni, és el is szeretnének énekelni, és ami a zenei anyanyelvi nevelésüket is szolgálja. Tehát ebből a szempontból körbe olyan dalokat, mint amit ugye Kodály Zoltán is írt a gyerekeknek. És ebben Kányádi Sándor bácsi verseit is, hát jó néhányat felhasználtam. Alma-alma, piros-alma, sonvirág, a te kis juhász, hallod, a te kis kovács, és így tovább. Persze, hát ugye amikor 96-ban én visszajöttem a Kalákába, ugye, mert így alakult az élet, akkor hát már közös ismerősünk volt Kányádi Sándor onnantól kezdve. És amikor ugye a Kányádi könyvet csináltuk, meg minden mást, hát akkor már az úgy kicsit összeolvadt ez a két dolog, például azon rajta van az Alma-alma is, ami hát ugye az én lemezemről került, de hát akkor ugye mindenki hozott dalokat, és aztán azok onnantól hát Kaláka dalok is lettek. Se híre, se hangba, kerékbe is töred mindenki, ha elé nem kerül a tövet. Aki parancsot nem követ, reggelre meg legyen az elveszett követ. Akármilyen bacsán, ki csak számba jöhet, indulja keresni, hol lehet a követ. Jöttek délre, nullas egyet táján jöhet, kámpurrá változtak, akárcsak a követ. Fölkészült ember volt ő, például egy ilyen helyzetbe kerül, hogy egy interjút kell adni, és mondjuk rólam kellene beszélni, akkor nagyon sokat és nagyon határozottan, gyönyörűen válogatott jelzőkkel elmondana egy olyan életutat akár, amely sok valóságot és sok konkrétumot tartalmaz az én életemből, pályafutásomból. Na hát szóval, hogy visszatérjek azért az eredeti mederre. Sándor bácsit a 80-as évek elején ismertük meg, Budapesten járt, és egy egyetemi klubban, a Kertészeti Egyetemen fogadták őt, ahol mi éppen muzsikáltunk, találkoztunk, majd még egy aznap esti további fellépésünk volt a Kandó Kálmán kollégiumban, megkérdeztük, hogy velünk tartana-e, csak hogy még egyszer hallja ezt az akkori előadásunkat, illetve már akkor az első előadás során is, amire ő csak mint vendég volt, nagyon jókat mondott, jókat szólt hozzá, és bekapcsolódott az utána való társalgásba. Az autómba beültettem, és átmentünk a város másik végébe, és körülbelül végig szóval tartott, nagyon színesen, élményszerűen beszélve, majd megállított a rendőr, mert nem égett az egyik reflektor, az első világító lámpa, és azt mondta, hogy innen addig mi tovább nem megyünk, amíg
a lámpát meg nem buherálom, égőt nem cserélek, vagy pedig itt marad az autó éjszakára, mondom, hogy vendégünk van Erdélyben, nem őt, nem érdekli, hogy hogy, s mint, vagy lesz lámpa, és mehetek tovább, vagy... És úgy mutatkoztam be tulajdonképpen Kányhádi Sándornak, és úgy szereztem jó pontot, és ha ő mesélne rólam, egész biztos, hogy azzal kezdeni, hogy Radványi Balázs úgy cserélt lámpát sötétben, esőben a rendőr szeme láttára, hogy az... Sándor bácsának vannak olyan versei, amik adják munkat valamilyen stílusra. Amúgy is szoktam mondani, hogy a kaláka az egy műfaj, nem egy stílus. Ugye, ha már Kányhádi verseknél vagyunk, ugye kaptuk tőle, mondom, hogy kaptuk, mert így még kéziratba adta oda 92-91-ben a Kuplé a Vörös Villamosról. Na, itt már nem kell sokat gondolkodnatok, mondta, már odaírtam a stílust. Vagy amikor az első dél-amerikai turnénkra készülöttünk, akkor a Délkereszti alatt, annak latinos zenéje lett a Kuplénak, hát ilyen kuplé-szerű muzsikája. Másnak gyerekdal, vagy egyszer volt egy esküvőre, nem tudott eljönni, és akkor mondta, hogy énekeljétek már ezt a két nyárfát, ad meg egy ilyen kicsit ilyen széki lassú tánc ritmusára. Szóval sokféle stílus lehet mindenféle vershez, de hát nyilván nem a kaláka erőlteti rá a maga elképzeléseit. Ezt ő is mondta rólunk éppen, hogy mi kimuzsikáljuk a versből a benne lévő magunk olvasata szerinti dallamot. És ez Sándor bácsi verseiben is mindig benne van, bár ő mindig azt mondta, hogy botfülű, meg nem tud zenélni, de azért nagyon-nagyon zenélnek a versei, hogyha az ember úgy olvassa és úgy akar hozzászólni. Sándor bácsi ajánlotta, hogy amikor mentünk Dél-Amerikába, hogy ő ott írt egy egész ciklusra való verset, és hát, hogy abból válogassunk, amikor megyünk, és akkor a Délkeresztje és a románc az lett még. És a románcnál az volt, hogy az én zenésítettem meg, és amikor megtaláltam a kötetbe, hű, mondom, ez jó lesz, és éppen mentünk, kaláka próba volt, és akkor beszéltük, hogy na én ezt, te azt, mit tudom én, és én valaki otthon maradónak odaadtam, mert éppen mentünk el, odaadtam azt a kötet, tehát így van a Kányhádi Sándor kötetbe, kezdődik a románc, első, második, harmadik versszak, és odaadtam ezt a kötetet, hogy légy szíves, fénymásold le. És akkor ő lefénymásolta, én meg hazamentem, fogtam a fénymásolatot, szépen megírtam a dalt, elmentünk, megmutattuk Kányhádi Sándornak, hogy azt mondta, hogy hát nagyon szép lett, de miért osztasson a zenész uraknak még egyet lapozni abban a kötetben? És akkor azt is mondtad a negyedik verszak. Ugye én nem a kötetben dolgoztam, de hát aki meg lefénymásolta, mit tudta? De hát aztán kikerekedett ugye ez a dal. És szóval van egy jó pár történet, ami Sándor bácsival közösen történt, és tényleg jó viszonyban voltunk, hál' Istennek. Mosoly vagy a bajuszomon, könny vagyok a két szemedben, köt a véred, köt a vérem, szeretünk vagy és testvérem, köt a vérem, köt a véred, szeretőd vagyok, s testvéred. Köt a véred, köt a vérem, szeretőd vagy, és testvérem. Köt a vérem, köt a véred, szeretőd vagyok, s testvéred. Régen azt mondtuk, hogy megzenésítettük a verset, most már inkább azt mondjuk, hogy elénekeljük, mert ez mégse olyan, mint mit tudom én, egy Schubert dal ciklus, aki ugye leült a zongorához, megírtad, kiadta a kottán, aztán arra jött egy ember, megvette, és akkor elénekelte. Tehát ez így nem így működik itt, ezeket a dalokat az ember tulajdonképpen magának írja, nem mintha más nem játszhatná, és néha játsza is, de hát ő aztán megint értelmezi a maga szája íze szerint, tehát ezek nem nincsenek úgy kövőbe vésve, mint egy klasszikus zeneszerzőnek a megzenésítése. Inkább arról van szó, hogy az ember maga képére formálja a verset, a dallamot, és elénekli. Azért csinálja, hogy ő énekelje, és hogy a közönség ebben örömét lejje, sírjon, nevessen, azonosuljon valamiféle olyan érzés.
mozduljon meg benne, amit a költő szeretett volna, és amit pluszban én is szerettem volna. Ez a Fagaton, amit mindenki úgy ismeri, hogy Fagaton, ez a Faragott versége című, ahogy nevetve megjegyezte, hogy hát abból ti csináltatok verset, ugye? Ez sokkal rövidebb, mint ahogy mi elénekeljük, és ez tényleg ilyen kicsit ikonikus lett a 3 évesektől, a 93 évesekig vagyok. Sándor Bácsi így mondta, hogy a karon ülőtől a botra támaszkodóig ez a mi közönségünk. És amikor ilyen jubileumi alkalmunk volt, akkor megkérte minket a Móra, hogy Móra kiadó, hogy adjunk ki egy antológiát az addigi gyerekversekből, akkor ezt választottuk. Címül, hogy volt egy fakatona. Volt egy fakatona, fából volt a lova, csengere kantárja, a kádárunk ára, fából a patkója, fakovás patkolta. Fából volt faragva, a föld is alatta. Ebben nagyon sokat segít Bogdán Zsolt, ugye, mert vele csináljuk, és az, hogy ő idevalósi, és úgy beszél, mint az idevalós, ugyanolyan magyarul beszél, nyilvánvalóan, de mégis van benne valami, amikor Kányádi Sándor szaval, akkor szinte hallom Sándor bácsit, ahogy ő mondta a saját verseit, és hát Zsolt nagyszerűen mondja ezeket a verseket, tényleg azt gondolná az ember úgy, hogy Sándor bácsi szerette volna, vagy szeretné, mert ugye Sándor bácsi is mondta a saját verseit, hát ugye ő is színésznek készült, tehát jól mondta a verseit, és Zsoltból ezt ugye én nagyon kihallom, úgyhogy amikor vele játszunk, akkor sokszor érzem Sándor bácsi közelségét. 6 évesen a ló már rég felnőtt, spurdékutyám alól is addigra elástak néhány eljük ajkölyköt, beszélik, máig is vannak még nálamnál is öregebbének, még 60-70 esztendő előttről, mint tegnap történtről beszéltek. Gyakran láttak alkonyok jöttén nekivágni a nagy erdőnek. Vissza vagyok most vége formán, a régi képek miért jönnek. Hát rendkívül megtisztelő, hogy együtt léphetek fel a Kalákával. Valamikor 2019 táján, közvetlenül a temetés után keresett meg Grillus Dani, hogy mi lenne, hogyha együtt készítenénk egy előadást, Kányádi verseket mondanánk. És úgy nagyon hamar nyílve is ütöttük. Kővári Katalin válogatta a verseket többnyire, és ő is állította össze, ő rendezte meg a műsort, és rendkívül nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy magukhoz emeltek, mert óriási dolog mégiscsak egy színpadon lenni velük. Régről ismerem, és mindig szerettem a zenéjüket, és valahogy nagyon fiatalok. Sokszor tapasztalom, hogy vezetés után, vagy utazás után úgy mindenki vállán ott vannak az élet napi problémája, bajai, mindenki húzza maga után, de amikor felmennek a színpadra, akkor 3 perc alatt visszaváltoznak gyerekké, és ugyanúgy figyelnek egymásra azzal a kölykös mosollyal, meg nagyon szeretik, élvezik, amit csinálnak. No csak, rekegte a bivaj, ő de veszedelmes ötleg. Tágolj innen, mert különben még téged is kihörpintlek, azzal neki térdepel, s orrát egyre lejjebb nyomva, kiitta a kis patakot, mintha soha se lett volna. Felmagasul, s indulna bendőjében a patakkal, de elébe cikkan ekkora hajléktalan maradt hal, s tátotta kicsi száját akkora, de akkorára, inába szállt a bivajnak addigi nagy bátorsága. Nagyon közel áll. Sajnos nekem nem volt alkalmam, talán 2-szer találkoztam vele, beszélgettünk is. Eljött, megnézte, hál' Istennek, az Adi Estemet.
utána jót beszélgettünk, de nem volt ezeket a nagyon nagy beszélgetésekbe, amelyekről többen is regélnek. Ez nem volt részem ezekből a beszélgetésekből, úgyhogy ezt sajnálom. De a versek rendkívül közel állnak hozzám. Hát hány kilométer Nagygalambfalva, Csíkszereda, kevés. És a világa is az sajátoménak mondható, sajátoménak tudom. Fél szavakból értem, értjük egymást. Az indián és a néger tüzet raknék úgy térdel, mint a hargitán a pásztor. Számolni újra itt számolni. Különbség, ha van az égen, itt a göncöl jön föl este. Fölöttük a tér keresztje. Különbség, ha van az égen, itt a göncöl jön föl este. A halottak napja Bécsben megdolgoztatott, de nem is azért a vers szerkezete, ameddig beszervítettem valahogy, hogy így mondjam a verset. Igazából azt hiszem, hogy nem, meg fognak kövezni, de nem kell egy verset érteni teljes egészében, mert a vers előbb-utóbb, a halottak napjában nem ez volna, tehát az már a sajátom. De azt akkor is el tudja mondani az ember, ha csak sejti a dallamból, a ritmusból, hogy miről van szó. Mert a vers az megérteti magát, ha nyilván valamilyen szinten a szerkezetét át kell látni, de a vers az azelőtt tud hatni, még mielőtt megérteni az ember. Valami eltakart a vezérlő csillagon, pedig sehol egy felhő, nincs egy tenyérnyi folt. Más csillag sincs, ha feljött, egymaga lesz a hó. Ormok és tornyok dőlnek, egymásra hangtalan. Én emlékszem, amikor a kórházban volt már az öteng, az utolsó idők voltak, és bementem hozzá, és akkor kérdezte, hogy beszéltünk pár szót, és akkor mondja, miért jöttél? Mert az, hogy van valami, azért. Mondom, Sándor bácsi, csak úgy. Áj, de jó. A születésnapján is elmentünk oda kocingatni, vagy voltunk együtt Galambfalván, ahol most már ugye Kányádi Sándor általános iskolának hívják azt a több mint 400 éves magyar iskolát, amire ő nagyon büszke volt, és mutatta nekünk ott, elvitt mindenhova a kis, hát nem is tudom, község, falu, település, Galambfalva. És fölmentünk még a kertjük végébe is, amikor mondta kicsit olyan huncutul, na majd itt fogtok énekelni. Csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Én félek, még reménykedem. Ez a megtartó irgalom a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Valaki jár a fák hegyén, vajon amikor zuhanok, meggyújt-e akkor majd az én tüzemnél egy új csillagot? Vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggá összenyom, s nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon? Valaki jár a fák hegyén, mondják úr minden porszemen. Mondják, hogy maga a remény. Mondják, maga a félelem.